Nagyon sok embernek van egyfajta elképzelése a vakokról. Teljesen érthető, hogy félnek, idegen, új. Azon csodálkozott, hogy nem ülök apátiában. A kézzelfogható alapítvány alapvetően a látássérültek művészeti megsegítésére jött létre, hogy ezzel is a társadalmi rehabilitációjukat segítsük. Egy végtelen harmónia az, ami erről az erdőről nekem eszembe jut. Nagyon tág a tér, sok a napfény benne. Ez egy világos erdő, ahol két ember sétál. Ez az ember volt a nagyapám és én. Nyilván ott a kisvasút, de az a fű, a sok fa. A vonat megáll, az a hang. Plakátok olyan helyre kerültek, aminek a közelében történt az észlelés. Vagy csodálják, vagy csodálkoznak rajta, de szerintem megállnak és megnézik. Készült egy kiállítás, illetve egy projekt, hogy pontosan fogalmazzak, a mesterséges intelligencia segítségével. A témában itt van velünk Erdődi Viktor és a Blindjourney projekt. Az AI-t én még az elmúlt egy évben nem láttam ennyire hasznos szerepben.